Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Bűnmegelőzés a strandszezonban. Óvatosságra int a rendőrség. Extrém hőség. Több helyen akár 40 Celsius fok is lehet. Visszaváltási rendszer. Megoszlanak a vélemények. Július 4-én nevezték ki. Gonda Mária a Babits Mihály Kulturális Központ élén. Sokan még mindig megelégednek azzal, ha a parton pokrócokkal vagy törölközőkkel letakarják az értékeiket, de sok esetben nem elég. Többek közt erre, valamint a biztonságos strandolásra hívja fel a figyelmet a rendőrség. Bűnmegelőzési kabinetet adtak át a régió több pontján, egyet Vaddomboriban is. Ezek a létesítmények a rendőri munkát segítik. Ezekben a centrumokban szoktuk egyébként elrakni azokat a kellékeinket, ami az országos programokhoz is szükség van. Ilyen a Házhoz megyünk vagyonvédelmi program, a Police Café vagyonvédelmi program, akkor a Bike Safe, ugye ez a kerékpár regisztrációs programunk. Ezeket az eszközöket ilyenkor itt helyezzük el, és amikor kitelepülést tervezünk, mint most itt a strandon, akkor könnyen elérhetők, és egyrészt pihenőhelyként is szolgálnak a kollégáknak. Az iskola őrök is hasznát veszik a centrumoknak, akiknek a tanév végével jelentősen megváltozik a feladatkörük. Ilyenkor bűnmegelőzési feladatokat látnak el, és többek között jelenleg most itt a Vaddombori strand területén is kerékpáros járőszolgálatban vannak, gyalogosként is közlekednek, és egyébként már a jelenlétük is hozzájárul ahhoz, hogy a lakosság szubjektív biztonsági érzete növekedjék. Nyáron sokan mennek a vízpartra, hogy kikapcsolódjanak és lehűtsék magukat. Ne felejtsünk el ilyenkor is figyelni testi épségünkre. Az egyik legfontosabb veszély az, hogyha valaki felhevült testtel akar a vízbe ugrani, akkor az akár tragédiához is vezethet, hiszen a felhevült testű emberek egy része nem feltétlenül bírja úgy a meleget, és szívinfarktust is kaphatnak, és ez hirtelen szívmegálláshoz is vezethet. Ez az egyik legveszélyesebb helyzet, úgyhogy mindenkinek felhívjuk a figyelmét, és kérjük azt, hogy mielőtt vízbe mennek, mosakodjanak le, vagy a strandok melletti fürdőknél zuhanyozzanak le, és úgy menjenek be a vízbe. A másik nagyon fontos probléma nagyon sok esetben, amikor valaki alkohollal hűti le magát a nyári nagy forróságban, és ilyenkor az alkohol azért elég hatásos tud lenni. Kérünk mindenkit, hogyha alkoholos állapotban vagy bódult állapotban van, akkor ne menjen a vízbe, hiszen ez is tragédiához vezethet. Ilyen esetekben ugyanis nagyon sokan nem mérik föl megfelelően a hőmérsékletnek, illetve a víznek a veszélyeit. A strandon heverő értékekre sajnos a szezonban sokan vadásznak. Hogyha többen megyünk a strandra, akkor mindig figyeljünk arra, hogy a járműveink környékén mindig maradjon legalább egy személy, aki az értékekre figyel, hiszen vannak olyan bűnözői körök, akik a nagyobb strandok környékén szintén azt figyelik, hogy hol vannak őrizetlenül hagyott értéktárgyak. Nem megoldás az, hogy a törölközőnket, vagy akár a plédünket leterítjük, és a holminkat ezzel próbáljuk védeni, hiszen hogyha a vizekben vagyunk, és eltávolodunk a parttól, vagy akár a medencében ülve, elég nehéz az, hogy az értékeinket megóvjuk ilyen módon. Az idén a Tolna vármegyei rendőrkapitányságon ilyen jellegű bűncselekmények miatt nem indult eljárás. Ez a régió az egyik legkevésbé veszélyeztetett terület ebben a tekintetben, de mindig fontos az elővigyázatosság. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe hazánkban, ami vasárnaptól péntek éjfélig tart. A hőmérséklet több helyen megközelítheti a 40 Celsius fokot. A háziorvos tanácsait kérdeztük, továbbá megnéztük, hogy bírják a meleget a strandolók. Általában véve úgy nagyjából azt lehet mondani, hogy 2,5 liter az, amit kibocsátunk, és 2,5 litert jó, ha be is viszünk. Július közepéhez érve ezen a héten sem számíthatunk lehűlésre. A forróság megterhelő lehet a szervezet számára. Mindenkinek oda kell figyelni a megfelelő folyadékfogyasztásra, ez a legelső, ugye a helyes napozásra, illetve bizonyos kóros állapotok esetén, hogy hogyan lehet azokat kezelni. A nagy melegben sokan használnak klímát, azonban fontos, hogy ezt megfelelő hőmérsékletre állítsuk be. Általában a klímát nem ellenzem egyáltalán, sőt, hát ebben a forróságban szerintem ez szükséges is, úgy a beltéri, mint az autóklíma. Szokták is kérdezni a betegek, hogy a
klímázzanak el az autóba, vagy inkább húzzák le az ablakot. Szerintem a megfelelően beállított klíma jobb, mint hogyha húzatban ülnek esetleg. Meg a meleg levegő amúgy se hűsít egyáltalában. A hőségben a vezetés is baleset veszélyesebb lehet. Egyrészt az embernek ilyenkor, főképpen a nőknek általában a vérnyomásuk egy kicsit hajlamos lejjebb esni, amit fokoz az, hogy nem iszunk eleget, mert a folyadékpótlással tudjuk a vérnyomást emelni. Tehát a megfelelő folyadékpótlás gyerekeknél, időseknél fel kell hívni a figyelmet. És ugye, hogyha nem iszunk eleget, esetleg még ennek következtében megfájdul a fejünk is, akkor meg eleve egy ilyen nyomott, álmos hangulat van rajtunk, akkor biztos, hogy nehezebb a vezetésre koncentrálni. A nyári hónapokban sokan előszeretettel látogatják a strandokat, hogy víz közelben vészeljék át a kánikulát. Aránylag jól bírjuk a meleget, ez a szerencse. Most meg itt vannak az unokák, most meg kijöttünk a strandra. Sokat iszunk vizet, meg kerüljük a napot, megpróbáljuk. Itt a strandon nagyon-nagyon meleg van ma. 30 faktoros krémmel kenjük magunkat, meg sok vizet iszunk. Tehát ez szerintem ilyen alapvető dolog. A déli órákban ajánlott kerülni a napozást. Aki a strandot választja, annak fontos lehűtenie magát, mielőtt vízbe megy, felhevült testtel nem szabad vízbe ugrani. A hétvégi ellenőrzések során 6 sofőrnél jelzett pozitív értéket a szonda Tolna vármegyében. A mért eredmények alapján 2 járművezetőnek közigazgatási bírságot szabtak ki a hatóságok, és 6, valamint 8 közlekedési előéleti pontot is kaptak. 4 esetben büntetőeljárás indult az ittas személyekkel szemben. Az egyik ittas sofőr lopott autóval közlekedett Fadról Paksra, amikor megállították, ráadásul korábban már a vezetéstől is eltiltották. 3 bűncselekmény elkövetése miatt indult ellene eljárás. Egy Tolna vármegyei kisvárosban tett feljelentést az a nő, akinek a folyószámláján gyanús tranzakciók történtek, ezért zárolták azt. Mint kiderült, június 29-e és július 5-e között 40 vásárlás során nagyjából 1 millió forintját költött el valaki Franciaországban. Adathalászok egy amerikai média szolgáltató nevében német telefonszámról SMS-ben küldött linken szerezték meg a nő adatait. Ezt követően megemelték a napi vásárlási limitet, majd elköltötték a számlán található pénzt. A Tolna vármegyei rendőrök felhívják a figyelmet, hogy ismeretlen feladótól kapott üzenetben érkező linkre ne kattintson rá senki, mielőtt ellenőriznék annak valódiságát. Véget ért az Esőmanók Tolna megyei autistákért egyesület nyári tábora. Ebben olyan autizmussal élő gyerekek vettek részt, akik a többségi, azaz integráló oktatási intézményekbe járnak. A fiatalok először meglátogatták a szekszárdi strandot, majd a második nap a bodri pincészetet. Cikón a Lovasvidék Szabadidő Egyesületnél lovagoltak. Ellátogattak Budapestre is az Illúziók Múzeumába, a tábor záró napján pedig a Lapátolna Sárkányhajó Klub jóvoltából Domboriba neveztek. Július 1-től már nem hozhatóak forgalomba italos üvegek, PET palackok és alumínium dobozok visszaváltási díjas logó nélkül. A 400 négyzetméter feletti üzleteknél kötelezővé vált a visszaváltó automaták telepítése, illetve lehetőséget kell biztosítani a csomagolás személyes átvételére és a visszaváltási díj térítésére. Kötelezően visszaváltási díjas termék után 50 forintot fizet a vásárló, amit azonban visszakap, ha az üres palackokat visszaváltásra alkalmas állapotban, azaz nem tömörítetten, olvasható vonalkóddal egy gépi vagy kézi visszaváltási pontra lead. Jó, teljesen jó. Veszek ilyen üdítőt, például ásványvizet vagy dobozost, nem mindegyiken van rajta még. Lidlibe szoktam menni, és ott van ilyen beváltós doboz. Hát amiben belerakom, és nem szabad összehajtani, hanem simán bele kell rakni, és akkor odaadja a blokkot, és akkor akarok vásárolni, akkor vagy levásárolom, vagy oda megyek a pénztárhoz, és kifizetik. Pénzünket bolti utalvánnyal vagy applikáció segítségével banki utalás formájában kaphatjuk meg, de döntetünk úgy is, hogy jótékony célra ajánljuk fel azt. Szerintem nagyon jó dolog, igen.
nem dobáljuk el a flakonokat. Mondjuk most is vettem olyat, tehát remélem, hogy nem csak ide visszatem vissza, hanem egy másik boltba is. Úgyhogy ez volt a legnagyobb probléma, hogy el kell tűnni másik boltba. És volt, amit egyáltalán nem tudtam, azt viszont kidobtuk. Nem tudtunk mit csinálni. Ez mind szerintem nem működik teljesen jól, az a véleményem. De jó dolog, igen. Az automaták a csomagolás formáját, súlyát és vonalkódját azonosítják, ez alapján váltják vissza a palackokat. Így kizárólag épp nem összenyomott, jól olvasható vonalkódú termékeket képes visszaváltani a rendszer. Minden a bajból kezd a dologgal, mert itt a boltomban is rengeteg üveg összegyűlik nap, mint nap, mivel meleg van, és az embernek szükség van a folyadékra. És most a szembe lévő Tesco-ba van egy automat, ami az üveget beváltja. Csak nekem az a problémám vele, hogy ezek nagy helyet foglalnak el. A gép csak úgy veszi át őket, hogyha rendesen fel vannak fújva, tehát ha összenyomom őket, akkor már nem veszi össze a gép át őket. Hogy ezeket tárolni, gyűjtögetni, ez nagy helyet foglal el. Az egyik bonyhádi italdiszkon még korábban nagy mennyiségben bevásárolt visszaváltási díjmentes termékekből. Ezt kiküszöbölve gondoltuk azt, hogy ha mi bevásárolunk ezekből a termékekből, akkor következő hónapokig ezt a terhet magunkra tudjuk vállalni, illetve a vevőknek nem kell cibálni a zsákszámra a dobozokat az automatákhoz, ami most az üzletünkben is rendelkezésre áll, és el is kezdték szeretni, mert lesznek kötelező kényszerek, hiszen már most július 1-től nem is jöhet ki olyan üdítő, olyan sör a gyárakból, ami ne terhelni már az 50 forintos díj, tehát ez egy kötelező rossz lesz mind a vevőknek, mind nekünk, de helyén kell tudnunk kezelni, hiszen ez egy kényszer helyzet. A rendszer nemzetközi szinten már évek óta működik, hazánkban egyelőre még talán megoszlanak róla a vélemények. A pontos működésről a rapont.hu weboldalon is lehetséges bővebben tájékozódni. Vasárnap éjfélig lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor program új felhívására, tájékoztatott Potápi Árpád János államtitkár, Tolna vármegye országgyűlési képviselője. A Kőrösi Csoma Sándor programot 2013-ban, a Petőfi Sándor programot pedig 2015-ben indította a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága annak érdekében, hogy kiküldött ösztöndíjasokkal segítse az anyaországtól távol, diaszpórában vagy szórványban élő magyar közösségeket. A két program keretében eddig már több mint 1000 ösztöndíjas teljesített szolgálatot a világ számos országában, Kanadától Új-Zélandig. Erősítik kereteiket a labdarúgó NB3-as bajnokságban szereplő Tolna vármegyei csapatok az átigazolási időszakban. A Bonyhád VLC az elmúlt napon három új nevet is bejelentett. Fritz Szamzalán jobb hátvéd pozícióba érkezett Pécsről. A futball alaptörvényének számító Védj egy jó kapust mondást is megfogadta a Völgységi Együttes, hiszen két hálóért is igazoltak. Paceka Norbert Pécsről, Budzsáklia Bennett Majosról érkezett. A majosi ese két dunaújvárosi játékost, a bal hátvéd Stamfel Kevint és a kapus Molnár László Dánielt jelentette be. Július 4-én vette át kinevezését Gonda Mária, aki 20 éve erősíti a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ tevékenységét. Decemberig pedig egészen biztosan ő az intézmény igazgatója. A korábbi ügyvezető igazgató Berlinger Attila mellett Gonda Mária volt a Kulturális Központ igazgató helyettese. 2004-ben kerültem a Művészetek Házába. Baki Péter volt akkor még az igazgató, és a Művészetek Háza nem tartozott még a Babits Mihály Kulturális Központhoz. Önálló intézmény volt. Sajnos nem sokáig, mert hogy 2005-ben integrálták a Babits Mihály Kulturális Központba. Baki Pétertől kaptam szerintem a művészetek iránti fogékonyságomat, illetve a művészetek szeretetét, és az ott dolgozó kolléganőktől pedig az alázatot tanultam meg, a munkához való hozzáállást, és azt az alázatot, amit nagyon kevés helyen tapasztaltam úgy egyébként. A közművelődési szakember elmondta, hogy az általa képviselt intézmény következő nagy eseménye augusztus 25-én lesz, amikor a Művészetek Háza 40 éves fennállását ünnepli majd. Fél évre kaptam a kinevezést, december 31-ig, közben majd kiírják a pályázatot. Addig azért nekem
nem biztos, hogy nem lesznek álmatlan éjszakáim, mert hogy azért én próbálok mindig a tökéletes felé húzni, ami azért elég megterhelő, meg nehéz tud lenni. Az igazgató azt is elmondta, hogy nagyon szerencsés, mert igazán jó csapattal dolgozhat együtt. Regionális híreink következnek. Mapping versenyen Zsolnai Fényfesztiválon. 5 professzionális alkotó mutatta be 3D-s produkcióját. Strandételek. Július 10-ig lehet szavazni. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 5 videómapping alkotás készült a Pécsi Székesegyház déli homlokzatára, melyek harmonizálnak az épület architektúrájával, szakralitásával, szellemiségével és hagyományaival. A nemzetközi verseny idei témája a bűvös Rubik kocka volt. A Zsolnai Fényfesztivál idei attrakciója a Zsolnai Lightart videómapping verseny volt. 5 világhírű fényművész mutatta be az idén 50 éves bűvös kocka témája köré készített háromdimenziós mappingét a Székesegyház homlokzatán. Ennek során a monumentális homlokzat kelt életre a világ legjobb fényművészei háromdimenziós mozgó fényalkotásai által. A Zsolnai Lightart szakmai partnere és házigazdája a fesztivál kezdete óta a 25 éves múltra visszatekintő magyar vizuális művészcsoport a Kiégő Izzók. Zádor Tamás média művész szakmai partner az idei változásról beszélt. Az eddig megszokott versenytől eltérő, ez nem egy nyílt pályázaton kiválasztott 5 alkotóból álló válogatás, hanem ezeket a versenyzőket, vagy alkotókat felkértük előre. Tehát a szakmai stáb, aki amúgy az előválogatást végzi, úgy döntött, hogy idén nem hirdetünk pályázatot, hanem megkerestünk 5 versenyzőt, hogy részt vennének ezen az eseményen. Tehát ez már önmagában egy nagyon nagy változás, mert együtt tudtunk velük működni, és tudtunk velük kommunikálni az elejétől fogva. Nem egy zsákba macska, ami júniusban derül ki, hogy ki az az 5 alkotó, aki bejut végül is a vetítésre. Professzionális alkotókról van szó, ezért technikai problémák nem álltak fenn. A művészek az Egyesült Királyságból, Ekvádorból, Németországból, Spanyolországból érkeztek, valamint egy magyar alkotás is szerepelt. Ezek közül a közönség választhatta ki a kedvencét egy online szavazás keretében. Hát a díjazás is változott, mivel meghívásos a verseny, ezért úgy döntöttünk, hogy nincsen zsűri, mert a verseny, mint forma a művészet esetében azért egy elég kétséges dolog mindig, ez inkább a lóversenynél működik a versenykifejezés, de ugyanakkor megtartottuk a közönség díjat, tehát a közönség elmondhatja a véleményét, és fontos változás, hogy idén csak ők mondanak véleményt. A díj az az előző évekből kialakult díj, hogy visszahívjuk a következő fesztiválra az illető alkotót, vagy egy mappingre, vagy valami más alkotásra, attól függ, hogy ki kapja a díjat. Azt gondoljuk, hogy ez a legértékesebb, amit kaphat egy alkotó. Végül vasárnap estére eldőlt, kinyerte az idei mapping versenyt. A közönség szavazatok alapján a győztes, a német Jonas Denzel Chromatic Fusion című alkotása lett. Idén 10-szer hirdeti meg a Balatoni Kör Európa első és máig egyetlen strandétel versenyét, az év strandétele versenyt, ami nagyban hozzájárult, hogy az utóbbi évtizedben jelentősen bővült, izgalmasabbá, egészségesebbé és kreatívabbá vált a Balaton gasztrokínálata. A nevezéseket július 10-ig várják, eredményhirdetés pedig a hónap végén lesz. Helyi alapanyagokból helyi specialitások kreatívan. Ilyen ételeket várnak az idei év strandételére nevezőktől. Fontos, hogy a vendéglátóhelyek inkább hagyományos ételek újragondolásában balatoni ételekkel nevezzenek. Nem lehetetlen, de nagyon nehéz lenne nyerni mondjuk egy hamburgerrel ezen a versenyen, mert abban aztán önmagában semmi érdekes nincs, hogy valaki ad egy hamburgert. Még akkor sem, sajnos, hogyha a mi szempontunkból, hogyha nagyon jól készíti el, mert hamburger, pizza, meg mit tudom én, tehát van néhány ilyen unalomig népszerű étel. Mi pont azt szeretnénk, hogyha ennél sokkal izgalmasabb és helyibb lenne a kínálat, mert a felsoroltak közül egyik sem balatoni étel. A zsűri tagjai sok szempontot fognak értékelni, és Kardos Gábor szerint az is lényeges a helyi alapanyagok felhasználása mellett, hogy milyen módon tálalják az ételt. Én szeretném, hogyha eljutnánk oda, hogy a helyi dolgaink, ami értékteremtő, azok egyben népszerűek is legyenek, és minél több ember keresse ezeket. Ez is célja a versenynek. Tehát olyasmit szeretnénk, ami azért nem
túlságosan így a fantázia világban marad, hanem ami működik egy gyorsan elkészíthető, jól elkészíthető, szépen, de egyszerűen akár, de jól tálalható étel. Szerintem például egyébként a tálaláson is nagyon sokat lehetne javítani sok helyen, mert csak úgy oda vannak téve dolgok, pedig igen, is sokkal jobb érzés egy ételhez hozzákezdeni és megenni, hogyha gusztusosan, ízlésesen van tálalva. A szervezők idén is szeretnének vegetáriánus, illetve vegán külön díjat kiadni, ezért bíztatják a nevezőket, hogy ebben a műfajban is nevezzenek ételt, mivel ezen a téren kiemelten fontos erősíteni a balatoni kínálatot. Az idei fő újdonság az, hogy stranddesszert kategóriában is külön díjat adnának a legjobbnak, akár a szokásos palacsinta, gofri, rétes kínálat kreatív megújításával, vagy egy teljesen új stranddesszert kitalálásával. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Bűnmegelőzés a strandszezonban. Óvatosságra int a rendőrség. Extrém hőség. Több helyen akár 40 Celsius fok is lehet. Visszaváltási rendszer. Megoszlanak a vélemények. Július 4-én nevezték ki. Gonda Mária a Babits Mihály Kulturális Központ élén. Szerdán kissé még tovább fokozódhat a hőség. Továbbra is a déli országrészben várható a melegebb, ahol foltokban már a 39 fokot is elérheti a maximum érték. Általában országszerte napos, komoly felhős idő lesz jellemző a nappali időszakban, csapadék nélkül. Éjjel meleg, zömmel 20 fok feletti minimum hőmérséklet valószínű. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!